Mundi Románi világjáró sorozatunk 22. epizódjában világhírű jazzgitárosunkkal, Schneidberger Ferenccel ismerkedhetnek meg. Egy kicsit másképp. Arról kérdeztem romaként, szintiként, hogyan éli meg a mindennapi rasszizmust, milyen érzelmekkel gondol vissza gyerekkorára, milyen személyes tapasztalatai vannak. Schneidberger Ferencet berlini otthonában kérdeztem. Amire visszaemlékszem, voltak nagyon csúnya, nagyon rossz dolgok is, de nekem ez egyébként egy nagyon jó gyerekkorom volt, mert a szüleim, tehát édesapám szintén gitáros volt, aki a gitározásával nekünk ott a nehéz napokban nagyon nagy kedvet adott. Tehát nekünk a zene otthon, ahonnan jövök, nagyon, nagyon nagy szerepet játszott. Akkor mi ezt nem tudtuk, csak nagyon örültünk a zenének. Minket a Hideg kirázott, hallottunk valamit. Nagyon tetszett, hogy a nővérem énekelt például. Vagy a bátyám gitározott, és természetesen vagy édesapám. Ja, hát végül is tőle tanultam nagyon sok mindent. Tőle tanultam, hogy fogom a gitározni. Hát egy nagyon nehéz gyerekkor, hát nagyon szegények voltunk. Heten voltunk testvérek, majd vagyunk, hát már sajnos egy meghalt közülünk, a legkisebb lány testvérem. Igen, és hát nehéz, nagyon nehéz volt. Hát annak idején azt hiszem mindenki másnak is nehéz volt abban az időben. Emlékszem, hogy egy másfél szobás kis lakásban nőttünk fel, lehetett talán 50 négyzetméter. Aztán kaptunk egy lakást, ami 50 volt az is, tehát ez már egy ilyen, egy bérháznak így, amik idén azt mondtam is. Emlékszem, hogy oda kerültünk, és nagyon örültünk neki, mert ilyen szép tágos volt, de egyébként az is nagyon kicsi volt, de akkor is örültünk neki. A Feri anyu, én ezt sose fogok elfelejteni, még a szemem előtt van, a konyhába álltunk, vagy ültünk, és akkor még kellett, nem értettem még nagyon jól magyarul, és mindig kérdezett, hogy mit mondott anyád hozzád, amikor tudta, hogy a Feri a barátod. Mondom, mit mondott volna? És nem értett, hogy mit akart kérdezni, hogy miért kérdezte, mert én akkor még rasszizmusról, vagy ilyen rasszizmus, ez nem is rasszizmus, mert ilyen dolgokról nem gondolkoztam, hogy ilyen létezik. Családomban nincs zene. Egyébként volt, mert apám zenélt, meg az apám családban voltak zenészek, de nem nagyon, ezt nem lehet összehasonlítani. És amikor kisgyerek volt, még apám még, hogy mondják, tango harmonikázott, de abba hatta ez is. Nem tanultam zenét, nem voltam zeneiskolában. Meg nálunk mindig anyám sokat dolgozott, meg apám is, meg anyám meg házi asszony is volt utána, és ő, amikor hazajött, mindig csend kellett. Úgyhogy teljesen ellentét. Nálunk mindig csend volt, meg a Ferinél mindig nagy élet volt. Apám az egy olyan ember volt, aki minket úgy nevelt, hogy nagyon, nagyon nyitottan. Ő nem volt olyan, mint a többi. Én inkább ezt mondanám. Ő mindig mondta nekünk, hogy ha szereted, akkor szereted. Teljesen mindegy, hogy ki. Ha te szereted, akkor mi is szeretjük. Ja. Amikor Feri katona volt, és nekünk ki kellett menni az albérletből, és akkor nekem volt egy olyan szituáció, hogy én kerestem lakást magamnak, meg a Tóninak, meg a Ferinek is, ha hazajön, vagy szabadságon van. És akkor találtam egy lakás, egy ilyen családi házban, egy kis szoba,
egy tanárnő akarta kiadni, és nagyon kedves volt, ott voltunk, és mutatta a szoba, meg minden rendben volt, és egyszer csak el akartunk menni, és már minden meg volt beszélve, és akkor Tóni papakocsi volt, a fiánk, ez 10 hónapos volt akkor, vagy 1 éves, és akkor ránézte a fiánkra, és kérdezett, hogy az a gyereknek az apja az cigány? Mondom, igen. És mondta, sajnos nem jön össze. És én, engem ez nem is bántott, mert én gondoltam, hogy ilyen embernél nem akarom lakni, úgyse, de később gondolkoztam, ez egy tanárnő volt. És olyan kedves volt, és akkor észrevettem, hogy azért ez nem lehet egyszerű. Mert én emlékszem, hogy én mindig a Ferinek mondtam előtte, keresd már lakást, mielőtt jövök. És ő nem mesélte nekem, hogy ő utána ment, csak nem kapott, mert ő mondta, hogy ő csak ismeretség keresztül kapott. Mondták, hogy ez egy rendes ember, ne fél tőle, meg zenész, akkor igen, de ha ő ment volna, mint idegen valahova, nem kapott volna lakást. Albélet. És ezt én nem értettem, nem is akartam érteni, nem tudtam érteni. Sokat foglalkozok ezzel a témával, mert ez most már tényleg köztudomású, tudunk mindent erről az egész, ami történt, ez egy rettenetes dolog. És a kollégáim, akikkel általában én itt Magyarországon zenélek, azok mondták nekem, hogy ezt nem tudják elképzelni a magyarokról. Aztán épp valamelyik nap beszélgetünk a Davidnél, és mondta egyik barátjait a Davidnek, hogy te ismered a többi részét a Magyarországnak? Amikor ide hazajössz, akkor csak a romákkal találkozol, vagy a zsidókkal. Mert zenészek általában ezt a réteget képviselik. És mondta, hogy hát persze igazad van, mert ő nem tudja, hogy mi az igazán a rasszizmus. Ő egy New Yorkba született, de most nem csak a David, hanem úgy általában. De egyébként ez tényleg egy borzalmas probléma, ami most történt, tudunk mindent, és én most föl is lépek el, megmondom őszintén. Saying if I don't know what happened here last 2 weeks, whatever happened when people carry those acts, I just feel kind of I wish I could get a chance and talk to these people and have a talk with these people and explain them. We have to teach these people. We have to teach people about it.
because they don't even have a reason why they're doing it. If you get this guy and tell him, why will you kill this guy? They don't even have a proper reason, a substantial reason. Racism is ignorance. We have to remember it's not, when you see people that carry those acts, it's just ignorance, because they just grew up like that. Sometimes they're not even bad people. It's just they don't know. A guy like Ferenc, you know, I always say, you know, Roman musicians, they play a lot with their heart. They remind me actually like African musicians. They play, every note has a meaning into it. They're not just playing notes. You know, they really play with their heart. Has a really meaning. Every note has a meaning behind it. It's like a blues. It reminds me of blues or something. Nézd, én itt születtem, én nagyon szeretem ezt az országot, mert vannak itt nagyon fantasztikus zenészek, de nagyon sokat találkoztam a rasszizmussal, ami nagyon bántott engem, mikor iskolába jártam, még amikor elkezdődött az általános iskola, akkor találkoztam először vele. Tehát ezt meg kellett tanulnom, aztán elmagyaráztak a szülem, hogy ez van, tehát ezzel együtt kell élni. Nagyon kemény volt, nagyon sok munka, meg gyakorlás, meg kitartás. És ezeket a dolgokat szeretném elmondani ezeknek a gyerekeknek. Thank you.
sleeps alone in your fairy voice. Fairy arrows like a heavy voice. Murder, murder for the Edamat Campus. Murder, murder for the Edamat Campus. Cases alone in your fairy voice. Fairy arrows like kisi bhi fauj muru muru furida markam yus muru 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 hira markam yus. Sokan nem ismerik a romákat, mert nem is ismerik igazán, hogy kik ők, meg hogy honnan jönnek, meg hogy mi is megírtunk egy holokauszt. Én írtam egy darabot, amit nagy sikerek mindenhol majdnem, még Amerikában is el tudtam játszani. És nem akarom elkiabálni, de valószínűleg itt fogom játszani a berlini filharmonikusokkal. Aztán ezt fogom játszani megint Olaszországban, tehát ahol ilyen felkérések vannak, akkor ezt jel. És ezáltal, mivel ez a darab tényleg úgy van megint, For My People, az emberek mindig érdeklődnek, és elolvassák, tudják, hogy ez a holokauszt, és ezáltal jobban megismerik a romákat. Tehát a cigányságot, meg a szintókat, meg akik ezekkel, akiket elpusztítottak. Nekem ezért ennyire nagyon fontos ez. Hogy én is olyan vagyok, mint apám. Apám egyébként nem tanított, csak akkor kezdett el odafigyelni, amikor már tudtam valamennyire gitározni. És akkor nem azt mondta, hogy most így megy, hanem nem jó, nem jó, ez nem jó, ez nem jó. És akkor mondtam, hogy akkor milyen jó? Akkor mondom, mutasd meg, és akkor megmutatta, hogy ez. És akkor próbáltam én egyébként azt a soundot, tehát amivel ő játszott, azt a hangot, hogy ő fogta a gitárt, meg hogy megszólalt neki. Azt elérni. Nekem mindig volt a fülemben az a hang. Ja. A Tóninál, a fiamnál meg az volt, hogy akkor még nagyon pici volt, és vettem egy könyvet, André Segovia, a gitáriskola gyerekeknek, és a képeket nézek. Mondtam, hogy néznek képeket, nem szabad így markolni, ha a klasszikus gitárt akarsz tanulni, de még pici volt, hogy nem is nagyon értette. És nagyon aranyos volt, mert egyszer valahogy engem látott gitározni, és nagy ülem így behallott így. És mondta, az nem jó, nem szabad markolni. Ja, de ő aztán dobos lett a végén, nem gitár. Te megmondod a barátaidnak, hogy te roma vagy? Én rögtön megmondom, mert én... Nekem nem volt, azt hiszem, olyan nehéz roma lenni, úgyhogy meg tudom mondani, mint apámnak, vagy a barátaimnak, akik Pesten élnek. Mert anyám mindig mondta, hogy legyek büszke rá, és mondjam rögtön. És ez később jött, hogy én rájöttem, hogy az emberek tényleg nem tudnak semmit rólunk, úgyhogy... Rögtön a mondat, hogy nem is tudják, hogy mi a roma vagy a szintó, mindig rögtön az, hogy cigány, és sokkal el kell mesélni, hogy honnan jövünk, meg ez hogy van, hogy miért van roma, meg szintó. Én megmondom, mert büszke vagyok rá.
Japán föl kell, és játszik. Egyébként egész nap csak gyakorol, meg játszik. És a zene, egész nap csak a zene. És akkor főz valamit, és utána megint zenél, és hát nem volt egyébként más lehetőség valami mást nézni, vagy nem is akartam, mert már mindig is láttam a zenészeket, láttam őket, hogy mindenki nagyon boldog, meg tud játszani. És ez nekem nagyon nagy öröm volt, hogy láttam, hogy az emberek szeretik azt, amit csinálja. Véleményem szerint, ami őket ebbe az egészbe ki tudja húzni, én gondolok ezekre a gyerekekre, tehát azon úgy generálsz, ez a tanulás. Ezt tudom saját magamról. Szeretnék egy iskolát itt létrehozni, ami nehezen fog sikerül, gondolom, de nagyon szeretnénk, hogy ez létrejön. És ez létrejön, ez ott lesz a Balaton felső ősön, egy ilyen ottlakásos kollégium, tehát egy völgyet építenek majd ki, ami arról szól, hogy ezeket a gyerekeket, akik még ebben kisebb korban vannak, tehát 10 évestől egészen 25-ig, nem csak a zenei, hanem hát ez a fontosabb része a zenei része, de lesznek olyan tanfolyamok, ami saját menedzselésről szól, meg arról, hogy kell ezt az egészet végül is csinálni. Ezt csak azért mondom ezt így, mert tudom a saját bőrömön, ezt én tapasztaltam, hogy ez nagyon nehéz innen tényleg elindulni, és tudom, hogy ha nincs segítség, akkor ezek a gyerekek, amit nagyon sajnálnak, el fognak veszni. Nagybátonba járt, zeneiskolába. Nagyon aranyos tanárja volt neki, már nem él. És ő javasolta azt, hogy igenis, a klasszikust, azt meg kell tanulni, nagyon ügyes hozzá, nagyon jó keze van, és így alakult ki. Úgy veszem, mint a nekünk játszan, úgy mondom, így a családnak, és felemelőrzés, hogy így visszatér a Feri a városba, és hát boldoggá tesz, és sokat ad a muzsikája, úgymond lelkiekben, hogy így az identitás kérdését lehet így feszegetni, úgyhogy boldog át ez, és olyan felemelő érzését hallani. Milyen családi kapcsolatod van a Schnittberger Ferivel? Nagybácsikám. És ezt elmesélnéd nekem, hogy te mikor szoktad látni, hallani őt játszani? Hát én nagyon ritkán, mert sokat dolgozom. Nagyon ritkán látom, amikor itthon van Trogótarjánban. És amikor láttad a nagybátyádat, aki egy világhíres zenész, akkor mit érzel ugye a közönségben, amikor ülsz? Büszke vagyok rá. Akarsz még menni? Ne. Kivek a színpadra érzem, meg látom egy csomó ismerőst, meg előttem a telefonon, én nagyon izgulok mindig, amikor ide jövök, úgyhogy ami tőlem telik, az maximumot szeretném nyújtani mindig, de nagyon izgultam az elején. Nézd, én itt nőttem föl, itt ismertem meg a cigányságot. Én nagyon szeretem oda járni, mert ott lakott a nagymamám. Itthon vagyok, végül is. Észrevettem, hogy ezekkel a gyerekekkel, ezeknek egy más iskola kell, de ezek a gyerekek nem mennek el egy normál zeneiskolába. És tudom, hogy ezt tudom a bőrömről, én ezt azt mondom a bőrömről, a saját tapasztalatomról, hogy van egyfajta tanítási mód, amit tudom, hogy nekik hogy kell. És vannak olyan embereim itt, akik itt professzor, akik ugyanúgy tudják, hogy ez egy ilyen ügy, és ők is megértik ezt, és nagyon támogatják, és ők jönnek, és így fogják tanítani ezt az egészet. És szeretnék komolyan
visszaadni abból, amit kaptam.